wanna do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Bajnokságban is bemutatkozik hazai pályán a tiszavasvári Esen. Köszöntöm a kedves nézőket, a kézilabda bajnokság MB2-es bajnokságának északkeleti csoportjában, és azért mondom, hogy hazai pályán bemutatkozik a Vasvár, hiszen a héten már egy kupamérkőzést lejátszott a csapat, ahol is a Balmazújváros volt az ellenfél. A Balmazújváros ugye MB1 B-osztályban játszik, és nem született meglepetés, 39-34 arányban győzzek a balmazújvárosiakét a tiszavasvári sportcsapat. A mai napon viszont a második forduló mérkőzésére kerül sor a bajnokságban, az ellenfél pedig az a Nádudvar csapata lesz, amely az első fordulóban győztesen tudta elhagyni a pályát, hazai pályán ugyanis kisebb meglepetésre legyőzte az előző bajnokságban igen jól szereplő kazincbarcikai csapatot, méghozzá 29-25-re nyert a Nádudvari együttes, úgyhogy egy győzelemmel állnak jelenleg a bajnokság táblázatán, míg a tiszavasvári, ha esetleg nem tudnák, idegenben játszott mérkőzést, Nyírmát 27-27-es döntetlenen zártak a felek, úgyhogy mindenképpen első győzelmére is készül a tiszavasvári ebben a bajnokságban. Már is pályán a csapatok, kedves nézők, a hazai együttes majd fehér, míg Nádudvari a sötét szerelésben lépnek pályára. Bízunk benne, hogy a megszépült tiszavasvári sportcsarnokban, gondolom majd a tévén keresztül is átjön esetleg, hogy megszépült a parkett felett csiszolva, új vonalazást kapott, illetve az eredményjelző is kibővült. Úgyhogy mindenképpen kellemesebb, komfortosabb körülmények között léphetnek csapatok pályára a mai mérkőzés folyamán. És akkor nézzük a legfontosabbat, a két együttes összeállítását, keretét a mai mérkőzésre. Kezdjük először a vendég Nádudvari Akarat sportkör csapatának keretével. 15-össel Hornyák Bence, 1-essel Hol Máté, 11-essel Rásol Tibor, 17-essel Csébi Zoltán, 6-ossal Balon Szabolcs, 22-essel Balon Balla Zsolt István, 10-essel Kaszár Sándor, 3-assal Harmati László, 2-essel Rásó Tibor, 14-essel Kovács Zsolt, 13-assal Balogh Balázs, 4-essel Erdős Csaba. A vendégek vezetőedzője Hornyák Lajos. És akkor nézzük a vasvári csapatát, ahol a nyár folyamán kisebb átalakulás történt, csak két új játékos érkezett tiszavasvári kötelékébe, méghozzá egyikük Csébi Dávid, aki éppen Nádudvaron adtoktatott még az előző évadban. Valamint Kati István, éppen mocidasra a helyi műsor közlő, ő pedig a Hajdúböszörmény csapatában játszott. A vasváriból két játékos távozott, Kaibás Mátyás, illetve Szönyi Roland, akik már nem játszanak a vasvári színeiben, illetve az a Földi István, aki kettős igazolással szerepel, és idejében nem számíthat majd rá. Adas Sándor vezetőedző, hiszen továbbra is Adas Sándor fogja vezetni a tiszavasvári együttesét. Na és akkor nézzük a pontos keretet, tehát vasvári részről is. 1-essel Bódor Zoltán, 2-essel Kovács László, 3-assal Benyusz Kende, 4-essel Kis Krisztián, 5-essel Deli Dávid, 8-assal Nagy Ádám, 10-essel Kovács László, 11-essel Fejn Zoltán, 12-essel Volosinócki Róbert, 13-assal Balázs Máté, 17-essel Gazdag Rihárd, 18-assal Kati István, 14-essel Bodnár Soma, 15-essel Orosz László. Ők ifjúsági játékosok is egyben, 19-essel, tehát Csébi Dávid az új szerzemény, illetve 21-essel kapusunk Bocák Kornél. A kispadon, ahogy már említettem, Hadas Sándor, illetve Balázsi Tibor, valamint Dolcsák Gábor az egészségügyi tím részéről. Nem említettem még a mérkőzés játékvezetőit, Acél Attila Zsolt, illetve Aulovics Zsolt fogják majd dirigálni ezt a mérkőzést. Hanem a Magyar Kupa küzdelemeivel is érdekeltek voltunk egészen szerdáig. Hamarosan kezdetét veszi tehát a mérkőzés, addig egy pár szót az első fordulóban lejátszott mérkőzésekről. Ahogy mondtam, a Nádudvariak 4 góllal tudták legyőzni a Kazincbarcikát, a vendégektől Kovács Zsolt volt a legeredményesebb 8 góllal, de Csébi
Zoltán is 7 gólig jutott, hogy ő rájuk mindenképpen oda kell figyelni a mai találkozó folyamán is. Míg a Tiszavasvári, ugye megyei rangadó szerepelt Nyírbátorban, nagy küzdelemben 27-27-es döntetlennel zártak a felek. A vasvári csapatában a legjobb gólszerzője Nagy Ádám volt a maga 8 góljával. És akkor volt hétközben a kupameccs, amivel kezdtem is a beharangozót. Ott ugyebár egy egék gólzáporos mérkőzésen, vagy sokgólos mérkőzésen tudott nyerni a Halmazújváros. Na akkor most már tényleg csak másodpercek vannak hátra a kezdésig, és akkor a vasvári kezdheti meg tehát a játékot. Ahogy elnézem a kezdőt, Nagy Ádám irányít, Kovács Lászlónk beállóban, Fejn Zoltán, illetve Benyuszkend az átlövők. Balázs Máté a jobb szélen és Kovács Kokó László a bal oldalon, a kapuban pedig ezúttal Bódor Zoltán kezd. A vendégekkel is majd hamarosan megismerhetkedhetünk, akik hatos fallal nyitnak. Fejndiezget Benyusznak készít el, és Benyusz fölé durant. Oda az első próbálkozás. Jöhetnek a vendégek. Akiknél Balla kezd a kapuban, irányítóban, a vendégeknél Kovács Zsolt, akit mondtam, hogy nagyon megszórta magát az első találkozón. Rásó a jobb átlövő, éppen ő most kapja a labdát. Kőkemény falt vasvári részről Kovács László, könnyöke maradt ott, és a vendégeknek kaszása, hatalmas termetű beállósa. Kovács, félreletett labda, de ez vasvári játékosról pattog ki, úgyhogy oldalról jöhetnek a nádudvariak. Félreletett labda, és megvan az első védés Bódor részéről. Csébi Zoltán hagyja ki. Egy testvérháborús. Megpattanó labda, és bele tud még valahogy Balla rúlni, de a kipattanót összeszedjük. Nagy Ádám mutatja be a figurát. És akkor megjön a tiszavasvári publikum hangja is, hiszen nagyon kell a biztatás a srácoknak. Legyen oroszlán barlang a vasvári sportcsarnok 2018-19-es bajnoki évadban is. Fejn, illetve Nagy Ádám passzolgatnak, Benyusz. Fejnd kipattog kezébe a labdát, aki ütik a labdát egészen pontosan. Elég régóta támad most már a vasvár, és még nincs gól a találkozón. Benyusznak készítenek megint elő. Fejnd előve a labdát, de jócskán elkerüli Balla kapuját. Csébi és Rásó játszanak össze. Egy hasonlóság alapján azt kell mondani, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de gondolom a két Csébi testvérpárt alkothat. Rásó kapja vissza, és Rásó megszerzi a vendégek számára a vezetés. Nagyon megnyílt a fál. Nem jó a bejátszás. Fel kell készülni erre a nádudvari csapat. Az előző évben is meglehetősen kellemetlen stílusban játszott. Kicsit lassítják a mérkőzést, és megpróbálják végletekig kijátszani a támadásokat. Meglehetősen fokhíjas egyébként a vendégek kis padja is. Tehát elképzelhető, hogy ezért is nem próbálnak nagy tempót diktálni. Most szerencséjük is van, de nagyon szemfüles volt Kaszás, aki megszerzi most már a második nádudvari találatot. Ott a válasz. Fejnd góljával feliratkozik a vasvár is az eredményjelzőre. Fejnd nem várta meg, míg rendeződik a vendégek védelme. És egy hatalmas átlövés góllal beköszönve 1-2-re módosítja a mérkőzés állását.
Tamásó. Kovácsnak próbálna előkészíteni, aztán ott volt egy apróbb szabálytalanság, szaggatottról jöhet majd kaszás. Kovács Zsolt, és ott van, befér, Bódor és a kapufa között, Pornyák Bence találta meg a rést a vasvári védőfalon. A találatát 15-ös számmal Pornyák Bence szerezte. Ismételten kettővel megy, tehát a nádudvar. Balázs. Kovács Kokó László is előrébb jön ott. Nem teljesen jó az előkészített labda. Aztán Feind. Akad össze ott középen a vendégek hármas védőjével. Kovács, Benyusz, Aja Ádám, ez most nagyon lendületes, és viszont nem jön be. Balázs Máté ugye jobb szélsőként, jobbkezes játékos étre próbálta most valahogy átemelni a labdát balla fölött, aki viszont nagyon számított erre. És nem tudunk szélről eredményesek lenni. Blokk kiváló volt ezúttal ott középen, jól látom, akkor Feind érezte azt, hogy test mellett próbálja előni a labdát a nádudvari játékos. Hornyák, Rásó, kaszás jön ki a falból, egészen távol vannak most a vendégek a tiszavasvári hatos sorától, és Bódor. Hiába hárít viszont a vasvári kapusa. Kovács Zsolt lövésében már belefautoltak a hazaiak. Kovács csak ijeszget. Lassan kezd passzív lenni, most már fenn is van a játékvezetők keze. Hornyák, és mellé durrant. Lehet jönni gyorsan. Benyusz. Nagy Ádám, és vissza rendeződnek a vendégek végül. Nem sikerült tehát a gyors leindítás. Továbbra is egy gólnál egyőre a Vasvár, ami meglehetősen kevés így most már a találkozó 8. percéhez mérvén. Benyusz, ez jó a szélre, de nehezen szedi csak össze Kovács. Nagy Ádám. Nagyon kellemetlenül védekeznek a vendégek. Kovács kapja meg, és ez kiváló. Remek ütemben engedte a labdát Kovács Kokó László is. Felzárkózunk ezzel egy gólra. Hornyák teszi tovább, ott marad Csébi a szélen. Kaszáshoz a bejátszás, na ott most már nagyon ki van játszva, és mellé durrantja Csébi Zoltán. Meglehetősen sok helye volt a vendégek jobb szélsőjének, most maradjunk annyi, hogy szerencsénk volt. Egyelőre nincs változás. Csapatban tulajdonképpen támadás védekezésben is ugyanazok játszanak. Nagy Ádám, Kovács Kokó László jön be most irányító pozícióba. Feind, Benyusz, nagyon távol vagyunk egyelőre a kaputól, Feindet pedig betakarják. Benyusz, Fein, meg volt most a
lövési lehetőség, de csak a kapufát forgácsolta szét Fein lövése. Egyelőre azt érzem, hogy nagyon távol passzolgatunk támadásban a vendégek falától, és a második gólunkat leszámítva nem igazából tudtuk lábbal megverni a nádudvariak védelmét. Szerencsére most nálunk is jól összeállt a védekezés, Benyusz blokkolta Rásó Tibor löketét. A nádudvar is kevergeti a kártyát rendesen, most Hornyák középen, Rásó pedig átment bal átlövő pozíciójába. Kovács Zsolt elcsúszik. Említettem a szavasvári sportcsarnok parkettjét, a nyáron újították fel. Az is elképzelhető, hogy emiatt picit csúszósabb még a felület, de bízunk benne, hogy nem lesz sérülés a találkozón. Kovács, Hornyák. Hát 7 méterest ítélnek a játékvezetők. Innen nem lehetett igazából megállapítani a belülvédekezés tényét. Mindenesetre Kovács Zsolt áll oda Bódorral szemben. Elvégezett büntetőt, és Kovács nagyon magabiztosan értékesíti. Találkozó első büntetőjét. Benyusz, Kovács, Kokó, László, és ez is kapufa. Nagyon sok kapufát lövünk most már minden pozícióban, eddig Fein járt jelenetben. Nagyon kevés a gól, Vasváriaké pedig főképpen. Szélre kitett labda, ez is kapufa. Balogh Szabolcs próbálkozott a bal oldalról. Fein, hoj, mekkora gól! Lendületből Fein Zoltán második találatával 3-4-re módosul a találkozó állása. Hangja is most már védekezésre buzdítva a vasvári csapatot. Szélső befutás, ez nem csak lesz szélső. Hornyák szalad be, de elvétetten. Ott van Zicser. Nagyon szépen pörgeti el a labdát. Kovács Kokó László. És a kezdés követően újból döntetlen találkozó állása. Majd 13 perc kellett a Vasvárinak, hogy utolérje ellenfelét. Kaszás. Megpróbáljuk távol tartani a vendégek átlövőit. Kovács Zsolt eddig nem is nagyon vállalkozott rövésre. Rásó inkább test mellett próbálkozik, de azokat egyelőre blokkoltuk. Kaszást pedig nem nagyon tudják megjátszani az iménti percekben a vendégek. A játékvezetők felemelik a kezüket. Szélre kitett labda Csébihez. Óriási védés Bódortól. Kellett is ott a gyorsindítás. Kovács Laci, olyére szép gól! Balázs Mátétól kapta a labdát.
Szinte, ahogy megkapta, már így zúdítottak apuba. 5-4-re vezet a tiszavasvári csapata. És ez az első gólja. Kovács Lászlónak. Kovács Kokó László már kétszer is betalált. Csak a név azonos, ugyebár két játékosról van szó. Közben átlövésben eredményesek a vendégek is. A találat szerzője Ornyák Bence. De már is ott a válasz, nem sokat kellett várni rá. Kovács Kokó László góljával ismételten a Vasvárnál az előny. Ráadásul Csébi Zoltánnak kiosztanak a játékvezetők egy sárgalapos figyelmeztetést is. Csébi Zoltán kapott sárgalapos figyelmeztetést. Nem adták meg viszont a gólt a játékvezetők, tehát valószínűleg lent volt már Kovács Kokó lába. Viszont így jöhet a 7 méteres, hogy még egyelőre nem könyvelném el a vezetést. Csak most, és akkor Nagy Ádám a gól szerzője. Egy gólos előnyben tehát a vasvári. Kéne most nagyon a jó védekezés, akár egy labdaszerzéssel egybekötve. És itt megpörült a labda, üresen maradt Balog a szélen, és kiegyenlíti a mérkőzés állását. A vendégek gólszerzők 6 számmal. Másolnak Illetjó, hogy alig tudta összeszedni, de ezzel felgyorsult igazából a labda. Számított rá vasvári, hogy tovább tudja tenni. Nagy Ádám, Benyusz és Nagy Ádám is gól nélkül még. Balázs, Kovács Laci jön ki a falból, Nagy. Fent van a játékvezető keze, nagyon messze vagyunk megint még egyelőre. Hatos és ráadásul támadó szabálytalanság. Nagy Ádám volt szabálytalan a játékvezetők szerint. Egyelőre nem igazából tudunk veszélyesek lenni ezekből a hosszan járatott labdákból. Kaszás. Én tudott még egy kicsit oda piszkálni. Még a szabálytalan is, de így nem tudta Kaszás összeszedni a labdát. Rásó. Kovács Zsolt. Ornyáknak teszi, a Ornyák kezéből kipattan, de aztán tovább tudják tenni a vendégek. Balog a szélen, és kivéri Bódor. Balog az imént túljárt. Módor eszén ezúttal viszont a vasvári, és ott a kapufával együtt az ellentámadásból Balázs Máté megszerzi az újabb gólt. A 7-6-os előnyben Hadas Sándor együttese, és hamarosan vége a 18. percnek is. Rásó kiezget, Ornyák, Kovács Zsolt, és ez támadó szabálytalanság. Kovács reklamál, hogy belülvédekezés, de valószínűleg kint álltak még a vasvári játékosok fejét. Bejátszása tökéletes, és ott a gól, emberrel együtt. Kovács László második találata. Kell is a jó beálló játék. Halmazújváros ellen. Hétközben ugye a kupa mérkőzésen nem tudott játszani. Kovács László is meg is látszott azért a védekezésen, mint támadásban, hogy igazából beálló nélkül, valódi beálló nélkül játszottuk a találkozót.
Rásó megpattan. Sarokdobás következhet. Új játékos a vendégeknél a pályán. Harmati állt be Csébi helyére. Rásó. Egyedülés, ez 7 méteres. Lábbal úgy tűnt, hogy be tudott ott menni Benyuszkende, illetve Balázs Máté között. Jöhet tehát a 7 méteres, ezúttal is Kovács Zsoltál oda. Kapufával együtt. Nem sokat ijeszgetett. Kovács első szándékból eldobta. 8 hétre módosítván a találkozó állását. Nagy emelkedik, könnyen védi bal a lábbal. Nagy Ádámnak nem igazán megy a játék eddig. És akkor még lehet finoman fogalmaztam. Ez azért érdekes, mert ahogy mondtam, a Nyírbátor ellenében igazán elemében volt Nagy Ádám. 8 góllal Vasvári a legeredményesebb játékosa volt. Labdaszerzés, Benyuszkende olvasta a játékot, és ott is van a gól. Végigviszi egyedül, és maga biztosan értékesítette ezt a kínálkozó zicsert. Kellett hozzá az, hogy kiválóan koncentrált, és kiválóan olvasta a vendégek játékát Benyusz. Első találat a Benyuszkendének, igaz, hogy nem átlövésből. Ez a lényege nem változtat. Hát ezt most nagyon bejátszották a vendégek. Sárga a fejnek. 7 méteres viszont nincs, hiszen nem tudott még teljesen kapu felé fordulni. Kaszás. Vasvári pedig időközben cserélt pályán. Gazdag Richard, illetve Kis Krisztián is. Ádám és Kovács, Kokó László kaptak pihenőt. Rásó. Hornyák. Lábra pattan a labda. Méghozzá Vasvári lábra, így hogy jöhetnek a szaggatottról a vendégnád udvariak. Hatalmas zúgó kapufa, kipattanót viszont megszerezzük. Ott az indítás lehetősége, Balázs, és bedobja a helyzetet. Balázs pedig kap is egy kis pihenőt, és akkor helyére érkezik majd Csébi Dávid, 19-es számmal, illetve Kati István is pályán, Benyuszkende helyett. És mire elmondom a cseréket, addigra az első időkérésre is sor kerül a találkozón, méghozzá a vendégek szakvezetője, Hornyák Lajos folyamodik időkéréshez. Hiszen 3 góllal elment a Tiszavasvár együttese, és nem így tűnt az első 10 perc után. Többnyire ugye a vendégek vezettek még 12 percnyi játékot követően is, és 4-4 után volt az, amikor a vasvári tudott többször is majd vezetni, és most már azért a 3 gólos magabiztos előnyben Hadas Sándor csapata. Még az időkérés zajlik, addig elmondanám a kedves nézőknek, hogy a mérkőzést megelőzően az ifjúsági csapatok is lejátszották soros mérkőzésüket, ahol 26-23 arányban nyert a tiszavasvári csapata nádudvari fiatalok ellen, úgyhogy bár egy vesztes mérkőzésen vannak túl juniorkorú játékosaink, és mindenképpen hazai pályán győztesen tudtak bemutatkozni. Reméljük, így lesz ez felnőtteknél is. És akkor most jöhet el a mérkőzés azon időszaka, amikor a vasvári gyakorlatilag sort tud cserélni, míg a vendégeknél azért korán sincs ilyen jó helyzet. A kispadon, ahogy említettem, gyakorlatilag 3 mezőnyjátékos. A játék időkészben
pillanatra azt gondoltam, hogy nem történt semmi, és akkor jöhetett volna Vasvári, de ezek szerint a játékvezetők kiszúrtak valamit a passznál. Hornyák, Rásó, Kovács Zsolt. Felgyorsítják a játékot a vendég, azt egy szabálytalan zárás, passzás a falból megpróbált szabálytalanul helyet csinálni. Ajajajajajajaj, kipattan a labda Kati kezéből, Kis Krisztián nem éri utol, hogy kicsit elkapkodtuk ezt az akciót. Kovács Zsolt. Kaszás. Rásót kapja. Megpróbál egy az egyben megverni, aztán mégis meggondolja. Aztán Ró kapja vissza a labdát, és könnyedén értékesíti ezt a helyzetet. Nagyon könnyen megetettek most minket ezzel a figurával. Második gólja ez Rásónak. Fenny, Kis Krisztián, jobb átlövőben Kati játszik, és akkor jobb szélen pedig Csébi. Most kap éppen ő a labdát. Csébi Dávid egészen pontosan. Kis. Kati. Fennynek készítenek elő. Kis Krisztián. Jól teszi le a szélre, de aztán belemenés végül. Hiába került le a Csébi Dávidhoz a labda. Kis Krisztián méltatlankodik. Valóban úgy tűnt, hogy megpróbált lefékezni, és meg is állt, de egy picit hozzáért, igazából pontak nem volt. Tehát a találkozó állás és támadhat a Nádudvar. Kovács László kap egy sárgalapos figyelmeztetést. Hazai csapatból 2-es számmal Kovács László kap egy sárgalapos figyelmeztetést. Kovács Zsolt. Egy az egyben, labdaszerzés, nem fújnak a játékvezetők, fejt hozhatja. Nézzük, és megvan a gól. A 11. gólunkat a 11-es számmal játszunk. Fény Zoltán. A harmadik góljával, 3 gólos előnyben újból a Vasvári. Fény nagyon sok zicsert hagyott ki egyébként a hétközi kupa mérkőzésen, egy picit ezért is féltem, hogy mi lesz most az első ilyen indítás utáni helyzetéből, labdaszerzés utáni helyzetéből, de szerencsére most sikeresen megoldotta. Egy sáncon megpattanó labda, indulunk, ai, mekkorát védekezett Rásó, Sébi pedig ott várt a labdát, de így is eljut hozzá, és mellé zúgatja, egy kicsit kicsúszott a kezéből, nézi is. Gyors indítás ezúttal is megvolt, kára kimaradt helyzetért. Kovács Zsolt. Rásó, Hornyáknak készít. Hornyák megpróbálja megint csak visszatenni. Ez most nagyon jó figura volt, de nem jutott a labdakaszáshoz. Kati kapja Kis Krisztiántól, és Kati megszerzi az első gólját a bajnokságban, tiszavasvári színekben. És egyelőre a legnagyobb különbség két együttes között a mérkőzésen, 4-jel vezet. Azzal a Kati István találattal a vasvári együttese. A vendége kapujában pedig, ha jól látom, csere készülődik. Kolb Máté érkezik Balla helyére. Balla jó kezdte a mérkőzés, itt viszont az elmúlt percekben már kevesebbet találkozott a labdával. Bár nem feltétlenül az ő nyakába varnám ezt így külső szemlélőként, hiszen nagyon sok indításgól. Született, amely ugye elsősorban azért nem feltétlenül kapus hibája, folyamatosan zicsereket kell hárítani, vagy kéne hárítania, nem feltétlenül az elvárható kategória. Fent van a játékvezető kezeidő közben,
Oly, mekkora gólt szórt ott Kovács Zsolt. Talpról előbb minden kéz mellett. Kovács Zsoltnak elkönyveltem a harmadik gólját, addig egy szabálytalanság miatt áll a játék. Kis Krisztián iramodott meg, de Rásó lábában felbukott, úgyhogy mehetett a szabad dobás értelemszerűen. Kis gazdag fejnd, Katina készíti elő a bejátszás, nem tudják ott Kovács Lászlót megállítani, és jön a két perces büntetés, méghozzá az első a találkozón. 15-ös számmal játszó Hornyák Bence kapott 2 perces büntetés. Jöhet a büntető, Nagy Ádám. Áll oda. Ennek már volt egy 7 méteres gólja. Na nézzük. És ezt is bedobja. Hiába ellene most már holba kapuban. Nagy Ádám a 7 métereseket eddig kiválóan értékesíti. 2-ből 2 egészen pontosan. Ember hátrányban támad, tehát a Nádudvar. Hornyák kiállítása következtében is pályán. Ezúttal Csébi Zoltán is támadásban. Ő a jobb átlövő. Ellövi, megpattan, és Bódor pedig könnyedén hárítja ezt a lelassuló labdát. Jó az indítás, gazdag, ott már nem igazából volt jó a szög, és kicsit ki is billent az egyensúlyából. Az utolsó percébe lépünk az első játékrésznek. 13-9-re vezet a Vasvári. Jó lenne még egy jó gólt itt valahogy bepasszírozni gól kapujába. Benyúsz Csébihez ki a szélre, és Csébinek is megvan az első gólja. Tiszta Vasvári csapatában a bajnokságban. Kupában már ő is eredményes tudott lenni, de ez a bajnokságban szerzett első gólja. Tiszta Vasvári Quick 2000 színeiben. Hát bízunk benne, hogy sok hasonló találat követi majd még a bajnokság folyamán. Mindenképpen szükség volt balkezes játékosra a vasvári csapatában. Azt gondolom, hogy Csébi személyében minőségi játékos érkezett. Most már letelik az idő, hiába szereztünk labdát, és hiába maradt még 5 másodperc a vendégek ember hátrányából. 30 percnyi játékot követően 14-9 a Tiszavasvári javára. Egy picit döcögősen indult a csapat, de találkozó első félének második részére. Azért most már maga biztos 5 gólos előnyben a Vasvári, hamarosan tehát folytatjuk. Been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Nos, kedves nézők, már is itt vagyunk a második félidővel. Hamarosan pályán a csapatok, a Vasvári már tulajdonképpen kezdésre kész. A nádudvari csapatnál még egy kis fogadkozás itt a második félidőre, hiszen ők 5 gólos hátrányban vágnak majd neki. A második játékrésznek ennyit kell ledolgozniuk, ha szeretnének ponttal vagy pontokkal távozni innen a Tiszavasvári sportcsarnokból. Ezt a játékrészt majd egyébként a nádudvariak kezdhetik, a Vasvári tehát védekezik, és 5 másodpercig még emberelőnyben Tiszavasvári együttese. Kedves közönségünk, tehát akkor induljon a második félidő. Buzdítsuk csapatunkat, hajrá Vasvári! Na és akkor már is kezdetét vette tehát találkozó második félideje. És ki is egészülnek a vendégek, már is visszaáll Hornyák Bence.
pedig az övé volt az egyetlen kétperces kiállítás. A Vasvári például Nyírbátorban több mint 20 percnyi kiállítást szedett össze mérkőzés folyamán, de hát megyei rangadó az pedig más. Bódor! Szenzációs védéssel mutatkozik be a második félidőben is. Egyelőre nagy a tanástalanság, hogy most ki fog dobni a két játékvezető. Ellentétes ítélet kapcsán végül megegyezik benne, hogy az alapvonal játékvezető, hogy marad a labda a nádudvari csapatnál. Támadnak. Kaszáshoz a bejátszás, és Kaszás értékesíti is ezt a helyzetet. Második félidő első gólját a vendégcsapat szerezte, a gólszerző 10-es számmal Kaszás Sándor. Feindül le a padra, és támadásban Deli a pályán először a mérkőzésen, ő az első félidőben nem lépett pályára. Benusz, Kébi, Deli és kis a labdával. Benyúsz. Megpattan a lövése is. Holt végül ki tudja piszkálni, bár így meglehetősen könnyű dolga volt már, hogy jó dolgozott előtte a védelem. Labdával, és ott van a helyzet, kimarad Csébinek, igazából jött ütemre. És ez kicsit meg is zavarta Csébi Dávidot. Nincs még gól, tehát Vasvári részül itt a második félidőben. Zsolt, Rásó, jó ablok. Rásó egy az egyben, és 7 méteres lesz. Megverte Fejny Zoltánt lábbal, és ugyan már lent volt a lába Rásónak, amikor eldobta a lövést, úgyhogy így 7 méteressel folytatódhat a mérkőzés. Kovács áll oda, eddig minden hetesét belőtte, és ezt is értékesíti. A vendégek 7 méteres gólját 14-essel Kovács Zsolt szerezte. Kiváló bejátszás, és az 7 méteres lesz bizony. Hiába próbált tiltakozni Kovács Zsolt. A lövést megelőzően kibillentett az egyensúlyából gazdag Ricsit. Nagy Ádám is 100%-os eddig, büntetőket tekintve. És marad is. Marad is 100%-os. Megvan Nagy Ádám első gólja itt a második félidőben, és az egész vasvári első gólja, hiszen 14-9-el fordult a csapatok, most pedig 15-11 találkozó állása. Meglepte Kaszást is, ez a gyors bejátszás.
Kati. Kiváló bejátszás, gazdag, és ott a gól. Ez most kiváló játék volt, Kati remekül vette észre, hogy gazdag Ricsi befutott a szélről. Gazdag Rihárd első góljával most már 5 gól Szabasvári előnye ismételten. Kicsit féltem tőle itt a második fél elé, hogy bealszik a csapat. De úgy néz ki, most már sikerült újból felvenni a ritmust. Egy átlövés gól. Nem számítottunk egyelőre, most erre Hornyák Bence harmad ízben eredményes. Benyusz lövése most nem sikerült a legjobban. Védekezésbe továbbra is nagyon nagy elszántsággal és precizitással teszi dolgát. Nem nagyon jönnek be rásó test melletti lövései. Üresen marad a túloldali szél, hatalmas védés, Bódor! Ott a szélre kitett labda, és ott az újabb gól! Csébi Dávid góljával 17-12. Az imént még Csébi Zoltán hibázott a túloldalon, Nádudvari részről, de aztán jött Csébi Dávid, aki nem hibázta el az ittszert. Második gólja ez Csébi Dávidnak. Aztán ismételten eredményes, átlövésből Hornyák Bence egyelőre, most ő tartja a lelket a Nádudvari együttesben. Is. Tadog a labda egy picit nálad, aztán összeszedi, benyúsz. Delinek készít elő, Deli még egyelőre nem lő. Kis. Csébi. Deli. El kell ülni, a Deli emelkedik, és ott a gól. Nem tudott hárítani már Old Máté. Az első gólját szerezte a mérkőzés erőtössel Deli Dávid. Deli felment a szegekbe, és egyszer olyan magasságból zúdította le a labdát, hogy nem tudta már kipiszkálni a felsőből Holb. Vasvári lábra pattan a labda. Jöhetnek a szaggatottról a vendégek, akiknél 11-essel beállóban pályán Rásó Tibor. És a kettessel is Rásó Tibor, kicsit most vakarom a buksit, hogy vajon mi lehet a probléma. Az is elképzelhető, hogy édesapa és fiáról van szó, hogy együtt játszanak közben. Hornyák Bence újabb találatot szerez, szám szerint már az ötödiket. A vendég csapatból a 15-ös számmal játszó Hornyák Bence ötödik találatát láthattuk. Na, ki szerzi meg a labdát végül, ha jól látom, akkor Kovács Zsoltnak sikerül. És a Nádudvarnak. Szóval ami közövét elmondtam, tehát papíraimon, hogy elnéztem, 11-essel Rásó Tibor szerepel, és kettes is Rásó Tibor, aki már korábban is ugye pályán volt.
elnézésre megkockáztatnám a 11-es idősebb Rásó Tibor a pályán. Most az ifjabb majdnem sikerült a bejátszás. Rásó Rásónak tehát. Kovács Zsolt. És egyelőre megoldatlan feladat Kornyák Bence semlegesítés, aki nagyon belejött a gólgyártásba itt a második félidőben. Kis Fenyusz. Fenyd lemegy és jön helyette majd Deli. Érte. Nem lett volna rossz az elgondolás Kis Krisztián részéről, de kivitelezésben már a hiba csúszott. Váratlan lövés volt, de pontatlan, maradjunk ennyiben, és akkor itt a pont a mondat végén. 18-15, kicsit közelebb férkőzött a Nádudvar. Elsősorban Hornyák Bence révén Rásó. Csébi tette tovább a labdát. Jó a védekezés ezúttal. Benyusz kísérte végig Kovács Zsoltot. Most teszik fel a játékvezetők a kezüket. Lassan el kell dobnia majd a Nádudvarnak a labdát. És eldobják, és méghozzá jól dobta el Kovács Zsolt. Már is ott az ellenakció, de szép volt Csévitől. Harmadik gólja ez már Csévi Dávidnak, Kovács Zsolt pedig öpnél jár. És jó lenne ezt a három gólos különbséget azért minimum tartani. Nagyobban felbátorodjon a Nádudvar. Benyusz lépett rosszul. Húzza is egy picit a lábát. Rásó. Aztán Rásó. Idősebb góljával kettőre zárkoznak a vendégek. 11-es számú játékosa Rásó Tibor. Kis Krisztián megcsinálja a helyzetet, de már nem gól, hiszen Hadas Sándor kikérte az időt. Kicsit rosszkor ilyenkor nyilván hazai szempontból. Nagy kár érte, hiszen Kis Krisztián így gyakorlatilag egy góltól lett megfosztva. Hát szükség van egy picit a Vasvárinak, mindenképpen valami új impulzusra, hiszen a fél idei 5 gólos előny kettőre olvadt. Kedves közösségünk, időközben véget ért a 16 óraig kezdett el a Berettyóhevese Fehérgyarmat mérkőzés, és a vendég Fehérgyarmat 13-11-es fél után 24-23 arányban nyert vendégként. Egyébként akik nem követik, nem követték nyomon a bajnokságot az előző évben, illetve hogy milyen változások is voltak, tulajdonképpen maradt a 12 együttes a bajnokságban, viszont új beszálló a Salgótarján és a 60 együttese, akik meglehetősen jó játékerőt képviselnek, mindkét együttes győztesként hagytál az első fordulót, és meglehetősen jó játékerőt képviselnek, márhogy játékos állomány alapján is az előzetes elvárások szerint. A többi együttes az tulajdonképpen már a megszokott
itt az MB2 északkeleti csoportjában. Ugye meg két együttessel kiegészülve mindenképpen egy színvonalas és valószínűleg izgalmas bajnokságnak lehetünk majd szemtanúi itt a 2018-19-es évadban. Na nézzük most már viszont akkor a Vasvárit, hogy hogyan tudja most már a hajrához közelítvén ezt a mérkőzést végigjátszani. Sikerül-e behúzni ezt a mérkőzés előtt azért kötelezőnek mondott győzelmet, még akkor is, hogyha a Nándorban tavaly is megtréfálta a Vasvárit, itt is a Vasvári sportcsarnokban is pontot sem. Reméljük, hogy ma erre nem kerül egy sor. Kovács László pályán, beállóban, és Kovács Kokó László is pályán, túloldalt bal szélen. Vezető keze, úgyhogy valamit kezdeni kéne az akcióval. Na és Kovács Lászlónak sikerül ki harcolnia egy kétperces kiállítást. A vendégek egyik gólfelelőse Kovács Zsolt ül a büntetőpadra, és emberelőnyben játszhat a vasvári. Nagy Ádám, benyúsz, Csébi, benyúsz, remek a lejátszás, és az emelés is tökéletes. Kovács Kokó László góljával megvan az újabb gól, méghozzá tehát emberelőnyből 20-17 találkozó állása. Vendégeknél pedig visszacseri a kapus tekintetében. Old Máté helyett Balla érkezik, aki a mérkőzés elején is védett. Aztán egy támadó szabálytalanság Rásó részéről. Az indítás Csébi szedi össze. Na nézzük, és Csébi belobja. Nem sikerült labdát lopnia Kovács Kokó Lászlónak. Kijöttünk most 5-1-es védekezés formációra. Ott a labdaszerzés, benyúsz. Hát benyúsz visszaadja a labdát. Aztán szabálytalanságot láttak a játékvezetők. Oj, hogy szalamozott át Kovács László? Kovács Kokó László lett volna, akkor azt mondom, hogy megszokott ez a higany mozgás. Nem pont ilyen gólokat szokott szerezni. Beállósunk Kovács egy László, de ez most tényleg zseniális alakítás volt. Remek lábmunkával. Ezzel is bizonyít, hogy nem csak klasszikus beállós gólokat tud szerezni majd a indításból, illetve egy egyéni alakítást követően is eredményes tudott lenni. A vendégeknél Rásó Tibor idősebb szerezte. De már is ott a válasz. Fejn Zoltán azonnal büntet. Negyedik gólja ez Fejn Zolinak, és megint 5 góllal megy a vasvári. És hiába dob gólt a Nádudvar, a vasvárinak mindig van válasza. Vendégeknél új játékos Erdős Csaba a bal szélen, 4-es számmal.
ott közben egy mögé kerülés birkózásban. Pont itt két perces kiállítás. Kovács László dolgozta bele a parkedbe, ifjabb Rásó Tibort, ha jól látom. Szándékosságról nem volt szó, azt gondolom, csak lemaradt egész egyszerűen. Kovács Laci. Rásó Tibornak pedig kell egy pár másodperc még. Magához tud térni. Egyelőre még nem igazából van magánál. Leültetik egy székre. Kovács László elnézést kért Rásó Tibortól, aki úgy néz ki, hogy jobban van most már az ütközést követően. És akkor támadhat a nádudvari együttes. Nincs labdaszerzés, de mellé durrant ezúttal Hornyák Bence. Hornyák a második fél idő elején kiválóan játszott, most megremegett a keze kritikus állásnál. Ember előnyben volt Nádudvar először a mérkőzésen, nem tudtak élni a lehetőséggel. Nagy Tas pedig Bocák Kornélnak jár, aki váltja a kapuban az egyébként jól védő Bódor Zoltán. Nagy Ádám, jó volt a zárás, nem sikerült bedobni a labdát ott balla, illetve a kapufa között. Kovács Zsolt. Hornyák. Most gyorsan járatják a vendégek a labdát, és megvan a találat is Nádudvar számára, méghozzá Balogh. Balogh szerzője, nem sikerült tehát az első hárítása egyelőre még Bocák Kornélnak a találkozón. Fenny le, Deli be, támadásba, Nagy Ádám pedig irányít. Benyúsz, kínai figura, nem tud már be csak bele paskolni. Deli ráadásul lent volt a lába is. Marad a 23-19. És beléptünk az utolsó 10 percébe a találkozónak. Ezúttal Hornyák Bence átlövésből kilőtte a jobb felső sarkot. Megint csak 3-ra apad az előny. Mikor elmenne a Vasvári, mindig már 5-tel, sőt nem csak elmen, el is megy, hogy nem tudjuk tovább vinni lendülettel ezt a fort. Mindig visszajön így 3-4 gólra a Nádudvar. Reméljük, hogy tovább nem tud elkapaszkodni a vendégegyüttes. Pályán Kati ismételten itt nála a labda. Benyusznak nem igazából ment a gólszerzés. Deli. Nagyon fölélő sajnos.
megtalálják a labdát, egyelőre nem találják a részt, ahol be lehetne menni, talán most Kovács, de jó a védekezés. Kati állítja meg Csébit kőkeményen, kiváló vasvári védekezés. És az átlövés ezúttal is sül, sajnos most azt kell, hogy mondjam, nem tudott hárítani Bocák, és megvan a 8. gólja is Hornyának. 23-21, lejön Csébi, és az egy 7 méteres. Kell mindenképpen a gól vasvári részről, szóval nagyon megálltunk itt 23-nál. Na nézzük, Nagy Ádám, illetve Balla párharcát kinyeri. Balla beleér, de végül valahogy bevánszorog a labda. Nagy Ádám, a negyedik gólja. Jól számoltam akkor mindannyi büntetőből. ...24-21 is. 8 perc a hátralevő idő a mérkőzésből. Hornyák balokhoz ki a szélre, Kati billentette ki az egyensúlyából. Kovács Zsolt, Kati kiválóan védekezik ezúttal is. Hornyáknak fogyott el a lendülete, ott fejt ülelésében. Jól védekezik most a vasvári, Kovács egyéni akció, és remek védés! Bocáktól nagyon kellett, ez az első a hárítása. Marad a labda így viszont a vendégeknek, hiszen az oldalvonon pattogott ki. A labda hárítás követően. Csébi Zoltán is elmegy ott a Bocák lábai között. A vendégcsapat gólszerzője 7-es számmal Csébi Zoltán. Csébi Zoltánnak ez az első gólja a mérkőzésen. 24-22, tehát továbbra is azért lőtávolon belül a Nád udvar, úgyhogy mindenképpen jó lenne góllal befejezni ezt az akciót. Kati, Csébi, Nagy. Fejnd. Hozzák a levegőből gyakorlatilag. Majd, hogy nem lövő pozíciót sikerült kialakítani. Kati, Nagy Ádám, Fejn, irányváltás, aztán utána kettőt is kap, egyet Hornyáktól, egyet Baloktól, bement a darálóba rendesen. Kati, Fejn, jó a visszatett labda, és sajnos belemenés. Kevesebb, mint 5 perc, és 2 gólos előnyben a vasvári. Balog, azt nagyon könnyen hárítja Bocák. És egy nagyon fontos védés, 21-essel Bocák Kornél. Rettentően kellett ez a Bocák védés, és aztán ott a büntetés, vasvári ezt őt talpról elengedve Fejn Zoltán. 5. gólja Fejnnek, és ezzel egy kicsit megnyugtatóbbá válik a vasvári előny, újból 3, a két csapat közötti különbség. Négy perc, hátralevő idő. Jó lenne most már innen nem elherdálni az előnyt.
Kellemetlen ellenfél a mai napon is, a Nád udvar nem akarnak leszakadni, nem igazából van ritmusa a mérkőzésnek. Játékukban sokáig nyáratják a labdát. És védekezésben is kellemetlen ellenfelek. Rásó, aztán Kovács László ismeri el, belenyúltott Rásó arcába. Csapatunkból a kiállítás. Második kiállítás a Kovács Lászlónak. Ember hátrányba kerülünk, hát nem a legjobb nyilván, sosem egy ember hátrány, főképpen nem így a találkozó hajrájában. Na nézzük, hogy sikerül ez az ember hátrányos védekezés. Kovács Zsolt. Egyelőre sehogy, hiszen időt kérnek a vendégek. Hornyák Lajos dönt úgy, hogy megpróbálkozik az utolsó szálmaszálba kapaszkodni, és valamit kitalálni végig a hátlevő időre, hogy fordíthatják meg a mérkőzést. Adas Sándor pedig nyilván és már olyan utasításokkal próbálja ellátni a csapatot, hogy lehetőség szerint ne nyeressük meg a meccset a Nád udvarral. Azt gondolom, a mérkőzés a kezünkben van, ez egyértelmű. Ehhez jó döntéseket kell hozni a hátralevő 3,5 percben is. 16 óraig kezdett el az ifjúsági csapatunk, még 18 óraig kezdett el felnőtt csapatunk még parketre. Illetve ezen a napon lesz egy előmérkőzésen 14 órától egy szomszédvári rakadó. A hölgyek a második fordulóikat tudják le a bajnokságból, és a Tisza csapatát fogadják majd. Tehát 14, 16 és 18 óraig kezdett el kézilabda döbbi. Október 6-án szombaton. Na de most szurkolunk még egy kicsit a fiúknak, mert még bármi lehet ezen a mérkőzésen. Hanem a Sári! Na nézzük akkor, mire megy a Nád udvar az időkérést követően. Rásó ki a szélre Csébinek. Csébi bedobja. Sajnos Csébi Zoltán a gólszerző. Sokkal jobban örülnék, a Csébi Dávid termelni a gólokat hátra levő időben. És támad a vasvári ember hátrányban. Kati, Nagy Dávid, illetve Nagy Ádám. Kati kapja vissza. Csébi nem tud vele bemenni a szélen. Fent van a játékvezető keze, valamit kezdeni kell vele. Első rángatja meg Feindet. Na, ki fog vállalkozni? Kati eldobja, nem fújnak a játékvezetők. Sajnos így ez az akció is vasvári találat nélkül ért véget. Rásó. Ott a bejátszás és óriási védés. Bocák. Feind. Visszakapja a labdát és megvan az újabb gól. Feind Zoltán góljával gyakorlatilag azt gondolom eldőlt a mérkőzés. 26-23, hát kellett azért mindenképpen Bocák Kornél. 6-6-os támogatása is. Itt most azért kicsit elaludtunk az egész védelem. Sornyák Bence könnyedén szerez gólt, tehát még azért most sem mondanám, hogy vége. De támadhatunk, és kettő még mindig a Tiszavasvári előnye. Ki is egészül a vasvári, már Kovács László, és akkor most kérünk majd időt. Mennyi izgalmat tud rejtegetni még egy kézilabda mérkőzés, az utolsó 5 percében is. Gyakorlatilag sakjátszma folyik. Két szakvezető között is mit tudnak még kitalálni, hogyan lehet megváltoztatni a mérkőzés állását, illetve hogyan
lehet a Vasvárinak most már megtartani ezt az előnyét, hiszen itt nem is lehet más cél. Ez egy megnyert mérkőzés. Hogy papíron is megnyert legyen. Ahhoz elképzelhető, hogy még dobni kell egy gólt. Na nézzük, mit sikerült kitalálni a Hadas Sándornak és a csapatnak. Feind, Kati és Csébi. Kovács László. Nagy Ádám. Ajaj, elveszítjük a labdát. Hornyák jön nagy lendülettel, és Hornyák egyre hozza fel a nádudvart. Tizedik gólja Hornyák Bencének. Hát a lehető legrosszabb forgatókönyv volt. Eladjuk a labdát, és szinte góldobhatunk a vendégekkel. 26-25, hát ki gondolta volna, hogy ilyen izgalmas lesz az utolsó perce is a találkozónak. Nagy erős srácok, gólt kell dobni. Nagy Ádám mutatja be a figurát, Benyuszkende visszajön a pályára Kati helyett. Egy kicsit itt azért felelőtlenül dobta el a labdát. És azzal tudott ugye megindulni Hornyák. Benyusz. Ki a szélre? Nem meri egyelőre senki dobni. Benyusz. Ki a szélre? Csébi sem megy be vele. Csébi dob egy átlag és véd. Balla, véd, balla, és még van 14 másodperc. És újabb időkérés. A vendégcsapat kikéri utolsó idejét. Húha, 13 másodperc, és a vendégek szakvezetője Hornyák Lajos még időt tudott kérni. Kimaradt az utolsó vasvári akció is, illetve gól nélkül ért véget. Sokáig járattuk a labdát, igazából senki nem vállalta fel azt, hogy kapura dobjon. Csébi próbálkozott átlövésből, de hát meglehetősen szorongatott helyzetben volt már. Hát most tényleg egy pillanatra fel sejlettek bennem így az emlékek tavalyi mérkőzésről, amikor a nádudvar szintén lehetősen kellemetlen játékot bemutatva pontot rabolt itt Tiszavasváriban. Remélem, hogy a sors nem ismétli önmagát. A közönségen nem múlik, ez egészen biztos. Jön a biztatás, és most már a játékosoknak kell valamit frenetikus védekezésben mutatni. Az egészen biztos, hogy vagy Kovács Rásó, vagy középen ugye Hornyák az, aki leginkább vállalkozó szellemi. Ott a lövés, kapufa, és ezzel talán megúszunk. 3 másodperc, remek védekezés. És talán még egy időn túli szabad dobás lesz ideje a vendégeknek. Volt esélye a vendégeknek a döntetlen kiharcolására, sőt, még mindig van, hiszen azért időn túli szabad dobás. De hát reméljük, hogy Csébi Zoltán nem most kívánt gólt szerezni. Egyet lőtt eddig a mérkőzésen, most 2-t. Na nézzük! És remekül blokkor Csébi Dávid! Érezte, hogy őt oldalt fogják eldobni a labdát. És bizony, Csébi Dávid ismerte testvére gondolatát. És ha nem is könnyen, óriási küzdelemben végül 26-25-re sikerült a Tiszavasvári Kvik 2000 csapatának két vára fektetnie a nádurver csapatát. Ezzel a Vasvári most már 3 bajnoki pont már jár. Összességében megvan tehát az első győzelem a bajnokságban. Nem játszott a Tiszavasvári, azt gondolom a legeslegjobban, ennél a későbben sokkal, de sokkal jobb játékra lesz majd szükség. De ami a legfontosabb, hogy megvan
van a két bajnoki pont és a vele járó győzelem. A Nádudvar megint tudott kellemetlenkedni, de ezúttal nem vittek el tehát bajnoki pontot a tiszavasvári sportcsarnokból. A következő fordulóban egyébként majd hagyjuk a szörménybe látogat a tiszavasvári csapata, és a negyedik fordulóban október 6-án a Fehér Gyarmat csapatát fogja majd fogadni Hadas Sándor együttese. Ismétlem tehát majd október 6-án szombaton, 18 órai kezdettel lesz tehát a következő hazai mérkőzés. Megyei rangadó, Fehér Gyarmat. Én remélem a mai mérkőzésen azért jól szórakoztak, és tartsanak velünk majd a későbbiekben is. A mai napra megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah.